A modern készülékek között bújik meg az a régebbi mobil, amelyet a jövőben internetezésre már nem tud használni tulajdonosa. Mivel a szolgáltatók fokozatosan kivezetik 2G és 3G hálózataikat, több százezer ilyen készülék veszti el ezt a tulajdonságát. Azért, hogy ezek az eszközök ne a fiókokban és a szemetesben végezzék, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság mobilcsere programot hirdetett meg. Ennek keretében 40 ezer forintos támogatásra lehet pályázni új készülék vásárlásához. Korábban csak hanghívásra, SMS küldésre használtak a telefonokat, ez a 2G időszakát jellemezte, viszont manapság nagyon sokan ezen keresztül interneteznek vagy leveleznek, ez főként a 4G, 5G-es telefonokon tudjuk lehetőleg gyorsabban megtenni. A 3G-es telefonok ma már kevésbé alkalmasak erre. A szolgáltatók úgy határoztak, hogy a 3G technikát vezetik ki először Magyarországon. Ez az ő saját önálló döntésük, hogy ezt mikor teszik meg pontosan. Magyar Telekom ezt a döntést meg korábban meghozta, és tovább júniusában lájtotta a 3G-s házatokat. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság tavaly felben indított egy programot, de azt tűzte ki célul, hogy ez a technikai váltás senkit sem érhet hátrányosan, tehát aki szeretne jövőben is mobil internetezni, és régi készülékkel rendelkezett, 3G-s készülékkel, és magyar lakcímmel rendelkezik, illetve ezt a készülékét, ami 3G képes, és használt az elmúlt egy évben legalább egy hanghívásra, vagy pedig LAN SMS küldésre, akkor legyen arra lehetősége, hogy támogatást igénybe véve tudjon egy új készüléket vásárolni. Gyakori a látvány, hogy a fiatalok elmerülnek készülékükben. Ha nem is az a törekvés, hogy az idősebb generáció is ezt kövesse, de mindenképp cél, hogy a 65 éven felüliek is otthon legyenek az okostelefonok használatában. Vári Péter azt mondta, a már csak néhány hétig tartó mobilcsere program az előzetes várakozások szerint különösen népszerű az idősek körében. Március 31-ig tart még ez a programunk, még közel 100 000 készüléket cseréltünk idáig ki, tehát 100 000 erőfizető élvezheti most már a mobil internet adta lehetőségeket, amely segíteti mindennapokat. Azt látható volt, hogy főként az idősebb generáció használ az régebbi készülékeket, és ebben a hatóságnak volt egy felmérése, hogy hogyan tudunk nekik segíteni, és a felmérés azt lehetett látni, hogy általában az unokák, gyermekek, akikre főként ők hallgatnak, és a netfl.hu oldalon nekik is adunk tanácsokat abban, hogyha valakinek vártnak készüléket, mondjuk az édesapjuknak, vagy éppen a nagyszülőknek, akkor milyen szempontokat kell figyelembe venni, hiszen egy idősebb ember számára még fontosabb egy nagyobb kijelző, vagy a hangvezetésnek a lehetősége. A netrefel.hu weboldalon pedig nem csak hasznos tanácsokat találhatnak az érdeklődők, azokat az üzleteket is megtekinthetik, ahol igénybe vehető ez a szolgáltatás. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Nyíregyházán, Kisvárdán, Máté-Szalkán, Fehérgyarmaton és Nyírbátorban működnek cserepontok.